Cégtulajdonos vagyok, pékséget működtetek, de nem Komáromban. 25 éve működik a pékség, idén ünnepeltük az évfordulót. 35 fő dolgozik az üzemben. 10 éve volt egy nagy felismerésem, ami hát válással végződött, és rájöttem, hogy nagyon leszűkültem, csak a szakmára koncentráltam, túl sok energiát fektettem ebbe, és úgy beszűkültem. Elkezdtem tanulni, ami aztán az életemet folyamatosan végigkísérte. Elkezdtem foglalkozni lakberendezéssel, testedzéssel, az egészséges életmóddal. Ajurvéda masztást tanultam, és így találkoztam a YouTube-on keresgetve Lengyel Sándor videóival, mert én minden este csináltam egy meditációt, és egyik este nem az jött be, hanem ezt feldobta a YouTube. És akkor meghallgattam, hoppá, és így felébredtem, és éreztem egy olyan energiát, ami úristen, nekem itt valami kell. Úgyhogy jelentkeztem a workshopra, számomra meglepő volt, hogy komoly dolgokat tanulhattam játékos formában. Nem is gondoltam, hogy az extrasense képességeket tudom kamatoztatni a munkámban is, és az életemben is. Fontos, hogy az életben folyamatosan tanuljunk, hiszen az élet minden természetes részében van megújulás, ami eredményeket hoz, ugyanúgy, mint ahogy egy magot elültetünk, egy gabonaszemet, az kinő, felnő, beérik, learatjuk, abból liszt lesz, és kenyér készül, ami ugye az alapvető élelmi forrásunk. Nagyon sok gátlást és ellenállást sikerült leraknom a gyakorlatok elvégzése során, és ez egy sokkal minőségibb életnek a megélésére adott nekem lehetőséget, ami által sikeres vagyok, és nagyon szerencsésnek tartom magam. Fiatalon kezdtem el építeni az életemet, úgy érzem, hogy a lehetőséget ki kell használni, élni kell vele, csinálni kell, játszani kell, és haladni az életben. Amikor én meghallottam, hogy szeminárium lesz, egyből jöttem.